A Tolna vármegyei kormányhivatal munkahogyi szervezete 2011-től egészen 2020-ig jelentős számú tanfolyamot szervezett, amivel évente több száz munkanélkülinek tudtak segíteni piacképes szakmai ismeretek elsajátításában, amelyek birtokában állást tudtak találni maguknak. Tájékoztatott Némedi Ágnes főosztályvezető. 2020-tól megváltozott a szakképzési rendszer, ugye az OKS képzések megszűntek, és onnantól kezdve a munkahogyi szervezet nem tudta követni ezt a változást. Ennyi időre volt szükség, nagyjából 4 évre, hogy felállítsuk azt a rendszert, hogy újra tudjuk az álláskeresőket képzésbe vonni. Ez az idei év az első próbaidőszakunk. Ennek következtében mindösszesen 7 szakmát mertünk a Tolnavár megyei szakképzőcentrummal együtt megcélozni. Szeptember 2-án sikerült elindítanunk a szakács és pénzügyi számviteli ügyintéző képzésünket, ahova álláskeresőket tudtunk delegálni a szakképzőcentrum részére. Hozzátette, az álláskeresők intenzívebb, 9 hónap alatt végezhetik el a tanfolyamokat a szakképzési centrum valamennyi oktatási intézményében. Minden nap 6-7 órában a napi munkavégzés helyett benn kell ülniük az iskolába. Mivel álláskeresők, ezért mi támogatást nyújtunk ehhez a képzéshez. Az álláskeresők minden hónapban a minimál bérösszegét megkapják tőlünk. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a család fenntartó is tudjon akár egy szakmát tanulni. Amellett, hogy a minimálbér összegét megkapja, azok a családok, ahol 12 év alatti gyermeket nevelnek, plusz támogatásban részesülnek. Illetve azzal is kell számolniuk, hogy ha valaki vidékről jár be valamelyik képzésünkre, akkor neki az úti költség támogatásra is plusz összeget adunk. Szeptember 9-én hétfőn 4 szakmában indítanának tanfolyamot, amellyel garantálni tudják az elhelyezkedést. Az alábbi képzésekben vehetnek részt a jelentkezők: szociális ápoló és gondozó Dombóváron, Tamásiban hegesztő, Szekszárdon pedig villanyszerelő, valamint gépi és CNC forgácsoló. Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja számolt be a képzésekről. Az elsődleges célja ezeknek a képzéseknek, hogy olyan ismerethez, tudáshoz, gyakorlati kompetenciákhoz juttassuk a hozzánk érkezőket, akik jelen pillanatban álláskeresők, amelyek segítségével a munkaerőpiacon könnyen el fognak tudni helyezkedni. A szakmai kurzusok akkor indulnak el, ha a jelentkezők száma eléri a 12 főt. Érdeklődni, jelentkezni folyamatosan lehet a lakhelyek szerinti illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain, Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson, Dombóváron, valamint Tamásiban.